15 éve mesél a városról, neves lakóiról, hölgyeiről, történeteikről, Török Katalin művészeti író, helytörténész. Számos témát, területet járt már körbe ez idő alatt az író, aki előadásainak, beszélgetéseinek műsorvezetője is egyben. A nyári szünet előtt a Hamvas Béla Pest megyei könyvtárban beszélt a helytörténész arról a jelenségről, ami a 20. század első felében még gyakori volt a városban, aztán az idő múlásával kikopott Szentendre utcáiról. A plein airről, a természetet, a várost megörökítő utcai festőkről. Ez az előadás sorozatnak az utolsó témája, utolsó eseménye, amire azért került sor, vagy ami azért választottam be az előadások közé, mert az elmúlt években sokszor és sokan tették fel nekem a kérdést, hogy hol vannak a szabadban dolgozó festők, miért nem lehet már ilyeneket látni, ugye a plein air festészet, a kint a szabadban felállított festőállvány mentén készült műveket értjük ez a festészet alatt, tehát amikor a festő azt festi, amit lát maga körül, kint a természetben, vagy akár bent a városban, Párizstól kezdve Szentendréig. Na most ez egy korszaka volt a 20. századi festészetnek, Szentendrén is, és ezáltal ez a festészeti stílus inkább felfogás által lett Szentendre, a festők városa ezáltal lett, hogy úgy mondjam, híres, de ezt az idő szépen fokozatosan, mondhatnám úgy is, hogy észrevétlenül elemésztette. És amikor sok esetben kaptam ilyen kérdést, akkor elhatároztam, hogy utána járok, amennyire a saját eszközeimmel ezt meg tudtam tenni. Én ugyanis nem vagyok művészettörténész, társadalomtörténész, néprajzkutató vagyok az eredeti végzettségem szerint, de hát az embernek van egy kutatói szemlélete és metódusa, akkor sok rokon területet is fel tud ölelni. És így utána eredtem a témának, és ennek az eredményeiről szeretnék most mesélni, képanyaggal alátámasztani. A lényeg a dolognak az, hogy azok a festők, akik a 20. század elejétől, itt Szentendrén nagyjából a 20-as évektől, plenerező mesterek voltak, a híres nagy plenerező mesterek, életük végéig. Hiába jött el az új kor, az új divat, ide Szentendrére is, ezek a nagy Modók, Czóbel, Perlo, Csaba, Vilmos, és sorolhatnám tovább a neveket, életük végéig már öregen, már nehezen járva fogták a vásznat, vállukra a festőkazettát, és mentek ki a város különböző pontjaira, illetve a természetbe, és fest Pirk János, és festettek a szabad ég alatt. Több generációt ívelt át az est témája, az utcai festészet, amikor neves előadók vásznaikat, kazettáikat hordozva alkottak Szentendre különböző területein. A festészet ezen korszakának vége lett, de mi lesz az előadás sorozattal, lesz-e folytatás? Most jön a nyári szünet, a könyvtár is ilyenkor beszokott zárni hosszabb időre, és hogy mi lesz utána, azt nem tudom, arról nem beszéltünk még. Közben én is távolabb költöztem Szentendrétől, úgyhogy ez még egy nyitott kérdés, hogy hogyan tovább. Már többször úgy éreztem, hogy elmondtam minden olyan témát, továbbadtam minden olyan témát, amiben nagyobb munkát, kutatást fektettem be az elmúlt évek során, és mondtam, hogy akkor most ez az utolsó, és akkor, de ne fejezd be, de folytasd, de mondtam, már elfogytak a témáim, és akkor jött egy kulcsmondat, nem baj, kezd előről. És akkor rájöttem, hogy ezt egy nagyon kedves belső építész ismerősöm mondta, hogy tulajdonképpen igaza van, mert egy jó regényt elolvasunk többször, egy jó zeneművet meghallgatunk többször, egy jó filmet megnézünk többször, tehát az, hogy valami egyszer már volt, az nem jelenti azt, pláne alkalmanként sokszor 100-150 képet levetitek, azt nem is lehet egyszerre befogadni, továbbá nem pontosan ugyanaz a közönség ül be minden előadásra, tehát ilyen
értelemben és alapon van vagy lenne létjogosultsága a folytatásnak is, úgyhogy meglátjuk. A megszokott nyári szünet előtt áll a Hamvas Béla Pest megyei könyvtár, amikor a belső munkákra koncentrálnak az intézmény dolgozói. A honlapon érdemes tájékozódni a nyári szünettel kapcsolatos tudnivalókról, esetleges nyári programokról.